Hogyha a statisztikai adatokat nézzük, akkor két dolgot emelnék ki, és azt hiszem, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy megvilágítsuk a dolgok lényegét. Békés megyében már hosszú évek óta az országos átlaghoz viszonyítottan magas azoknak a személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteknek a száma, amelyet kerékpárosok okoztak. De ugyanakkor tudunk kedvező tendenciát is mondani. Általában az elmúlt években olyan 21 néhány százalék, olyan egy negyede volt a baleseteknek az, amit a biciklisek okoztak. Tavaly ez 17% lett, tehát némiképp mérséklődött. A szomorú hír az, hogy az országos átlaghoz képest ez még mindig magas. De nyilvánvaló módon érthető is, hiszen itt Békés megyében kedvezőek az útviszonyok, kedvezőek a domborzati viszonyok a kerékpározáshoz. Nagyon sokan ugye nem csak sportszerűen kerékpároznak, hanem nap mint nap biciklivel járnak munkába, iskolába és minden egyéb más. Tehát értelemszerűen az ország más részeihez viszonyítottan mondhatjuk azt is, hogy a kerékpáros forgalom is sűrűbb, így a nagyszámok törvény alapján nyilván több olyan baleset történik, amelyet kerékpárosok okoznak. Ugyanakkor, amit nagyon fontos lenne hangsúlyozni, és ehhez kapcsolódik a másik adat, hogy nálunk nem a gyorshajtás a vezető baleseti ok a tavalyi statisztikai adatok szerint, hanem az elsőbségadás elmulasztása. Tehát gyakorlatilag, ha úgy tetszik, azok a pontok, amelyeknél általában baleset történik, vagy baleset veszélyesebbek, azok a kereszteződések. És ez nem amiatt van, mert hogy bármilyen forgalomtechnikai változtatásra volna szükség, persze ilyen is előfordul, de ebben együttműködünk a szakhatóságokkal, hanem többnyire és az esetek túlnyomó többségében az emberi hiba vezet oda, hogy baleset történik a kereszteződésben. Vagy nem ismeri az elsőbségadás szabályait, vagy egészen egyszerűen figyelmetlen, és abban a szituációban nem jól ítéli meg az elsőbségi helyzetet. A másik, ami még ebben ugye szerepet szokott játszani, az ittasság. Tehát, hogyha valaki ittasan közlekedik, nyilvánvaló módon másként látja a környezetét, a távolságokat nem úgy ítéli meg, nem úgy ítéli meg a közeledő jármű sebességét, és még sorolhatnám, és ebből adódik, hogy nem jól méri fel a helyzetet, és behajt egy kereszteződésbe úgy, hogy neki kellett volna elsőbséget adnia, és ebből ütközés lesz. Égbe kiáltó újdonságot most sem tudunk mondani, egész egyszerűen be kell tartani a szabályokat, nincs mese, jól mondom? Így van, és bár ugye hóesésben beszélgetünk, de ezt nem tudtuk előre kiszámítani, hiszen március első napjait éljük, ugyanakkor azt hallottam már én is többektől, hogy lassan ugye jön a jó idő, előveszem a kerékpárt, és megnézzük, hogy minden rendben van-e vele. Ez nagyon helyes dolog. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki kerékpározik, akár csak sportszerűen, akár napi szinten, mindig ellenőrizze le időszakonként, hogy megvannak-e a kötelező felszerelések. És nem azért, mert kötelező, és nehogy a rendőr megbüntessen, hanem azért, mert ezek a felszerelések a biztonságos közlekedés. Szolgálják. Tehát például az, hogy jó legyen és jól működjön a kormány, a fékek a kerékpáromon, ez alapvető dolog. Az, hogy legyenek rajta elől-hátul megfelelő világítások, a prizmáim ne legyenek elhasználtak, hanem a továbbiakban is, ugye, hogyha rávilágít például egy autónak a fényszórója a sötétben, akkor az megfelelőképpen tükröződjön vissza. Ezek alapvető a biztonságot szolgáló dolgok. Tehát nagyon jól teszik, akik ezekben a napokban előveszik a család kerékpárjait, a gyermekekét, a nagyszülőkét, a saját magukét, ellenőrzik, megnézik, hogy pótolni kell-e valamit ahhoz, hogy megtegyenek mindent azért, hogy a baleseteket elkerüljék. Hát itt is nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy az út, a sofőr, illetve a vezető és a jármű hármasa az, ami meghatározó, és ebből a legfontosabb nyilván a vezető, aki irányítja azt a járművet. Igen, a közlekedéssel kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy az ember, a pálya és a jármű hármasa az, ami alapvetően meghatározza, hogy hogyan tudunk közlekedni és hogyan tudunk előidézni vagy megelőzni baleseteket. És való igaz, hogy az emberi tényező talán a legfontosabb, ez az, ami markánsan megjelenik a baleseti statisztikákban. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekről el tudjuk mondani, hogy elenyésző százaléka történik műszaki hiba miatt, hirtelen fellépő műszaki hiba miatt, ami a balesethez vezet. A balesetek túlnyomó többsége emberi hiba következménye. Tehát maguk a közlekedők tehetnek a legtöbbet azért, hogy ne alakuljanak ki veszélyhelyzetek, hogy elkerüljenek baleseteket, és sajnos ők teszik a legtöbbet azért, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek, és szerencsétlenség történik, sérülés történik, és mindig azt szoktuk mondani, hogyha meg is említjük, hogy hány közlekedési baleset történt, és hányan sérültek meg súlyosan, hány embert veszítettünk el közlekedési balesetben, az mindig egyel pontosan több, mint amennyinek kellett volna történnie. Tehát valójában minden egyes emberi élet számít, minden család egészsége, élete számít, és ezért is kérjük mindig, hogy tartsák be a szabályokat.